Egy pimasz csát csinálva a kapust bolondítom, hogy ki az a Torgelle, vele így tudatom. Lehet, hogy ez mellé megy, de majd legközelebb, úgyhogy kapus, a nevem sose feledd. Íme egy vers egy rajongótól, Torgelle Sándorról szól, a magyar labdarúgó válogatott csatáráról. Most a nemzeti 11 legjobbjai következnek, igaz egy kicsit másképp, mint ahogy megszokták. A svédek ellen pályára lépők gyermekkorába kalauzoljuk önöket. Oda, ahol még csak anyaszomorító kisrácok voltak, nem híres focisták. Veszentlőrincen vagyunk, a Torgelle família családi házában. Hát a Sanyinak a birodalma. Itt a tetőtérben nőtt föl Ervin Kuhmann kedvence, akit szociális gondozóként dolgozó édesanyja és Tímea húga várja itthon, amikor évente 4-5-ször hazajön. A kis Anyika 8 hónaposan rúgott először labdába, és már akkor kijelentette, hogy focista lesz. 6 évesen már Kispesten kergette a labdát. Ez a Sanyinak a birodalma. Ő ezt kialakította saját magának, az ő ízlése szerint. Itt lakott. Torgelle, lesz-e 2-1? Van! Lesz! 2-1! Igen, szép volt Sanyika. Mint ez a Sanyiéknek a hálószobája. Itt van neki Angliából egy emléklabda, amit az összes játékos aláír. Ez egy Görögországból egy labda. Ez pedig a mezes szekrénye, ahol rengeteg mez van. Például egy jéna mez, amit ő viselt. Ezzel a németeknek rúgott góllal ismerte őt meg a világ 5 évvel ezelőtt. Oliver Kahnnak akkor 2-t is bevart, de betalált Brazíliának és Argentínának is. Szinte azonnal Angliába igazolt, ahol a Crystal Palace játékosa lett. Innen Görögországba, majd Németországba szerződött. Most feleségével és 17 hónapos Evelyn lányával Augsburgban él, a helyi másodosztályú csapatban ontja a gólokat. Ám minden itt, a Honvéd pályán kezdődött. Édesanyja szerint fia mindent a focinak rendelt alá. Hihetetlen szorgalommal és alázattal gürcölt az edzéseken. Még a gimnáziumot is magántanulóként végezte el, csak hogy itt lehessen a pályán. Mi nem is erőltettük neki egyáltalán, hogy csinálja. Ő szerette volna, és ő kitartott ez mellett. Kispest. Kispest, Torgelle ez. Itt tudtuk meg, hogy a Torgelle név olasz eredetű. Egykor a családot Torcellide Dominikának hívták. A csatár dédapja 100 éve települt át Magyarországra. Azóta hívják őket így. Amit ráadásul rosszul is ejtünk. Egyet hogy értik ezt pontosan? Torgelle. Torgelle. Helle. Tehát nem Torgelle, hanem Torgelle. Helle. Hával. Akkor rosszul mondja mindenki, ugye? Mindenki, igen. Ha a szőke fizuráján nem is, a habitusán érezhető a mediterrán vér. Ezeken a fotókon jól látszik, hogy milyen vehemenciával veti bele magát a küzdelembe. Talán ezért is állítják ki túl gyakran, a legtöbb bíró szerint ugyanis agresszív a játéstílusa. Emiatt sok szurkoló szereti őt, sok viszont nem. A szurkolók nagyon forró fejének tartják őt. Nem próbáltak meg vele beszélni, hogy ne így viselkedjen a futballpályán? Hát de nagyon sokat beszéltünk vele, de ő mindig azt mondta, hogy ha valami nem sikerül, többször meg kell próbálni, nem tud veszíteni. Magánéletében is ilyen forró fejű? Nem, abszolút nem. Nagyon nyugodt, csendes, így ismeri mindenki.